Felújítás. Folyik a munka a Szőlős utcában, szegélyköveket cserélnek és új burkolatot terítenek. Ludovikus kulacson, tornazsákon ajándékcsomagot kaptak a kiscsoportos ovisok. Őszi utcatakarítás. Összehangoltan tisztítják meg az oladi parkolókat és utcákat. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Elkezdődött a Szőlős utca felújítása. Most a szegélyköveket cserélik, majd új alap és kétrétegű aszfaltburkolat is készül. Emiatt most nem lehet parkolni az utca egyik oldalán sem. Október elején és a hónap végén pedig lezárásra is számítani kell. A beruházás a Ferenci utca hiányzó szakaszának építését szolgáló projekt maradvány összegéből közel 100 millió forintból valósul meg. Felszedik a régi szegélyköveket, és már rakják is az újakat a Szőlős utcában. Emiatt most mindkét oldalon tilos a parkolás. Augusztus utolsó napjaiban kezdődött el a felújítás. A Hunyadi úti körforgalomtól a Csitítói benzinkutig az egész utcát érinti a munka, burkolatcsere történik, új alapot kap a szakasz, a kapcsolódó víznyelőket és a csatorna fedeleket is szintbe hozzák. A kivitelező alakokkal együttműködésben dolgozik, mondja a körzet képviselője. Kérnek valamit, hogy egy 10 centivel menjen odébb a szegélykő, hogy pont szembe legyen a kapuval, tehát hogy a ráhajtás könnyebb legyen a jövőben, és ez a kivitelező cson nélkül megcsinálja, az mindig egy jó érzés alakulni, és azt mondja, hogy na, odafigyeltek arra, amit mondtam, és nálunk ez 100%-osan megvalósul. Az időjárás ideális a munkára, tartani tudják az ütemtervet. Jövő hónap elején már olyan szakaszba ér a felújítás, hogy egy időre le kell zárni az utcát. Lesz egy olyan időszak, ez nagyjából október eleje, ami várható, amikor lesz egy háromnapos teljes útzár. Ekkor fog az történni, hogy a mostani burkolatot feldarálják az alatta levő agyagos földes réteggel, ez lesz az új alapja tulajdonképpen az útnak. Az itt lakók természetesen reggel el tudnak menni dolgozni, és aztán délután haza tudnak jönni, de napközben itt az áthaladó forgalom, a nem célforgalom az nem lesz lehetséges, és lesz egy ugyanilyen ütem akkor, amikor majd a két rétegű aszfaltréteg kerül rá az útra. Ez nagyjából október vége, november elej tud lenni. A Szőlős utca felújítása a tervek szerint november végére befejeződik, év végéig pedig pénzügyileg is le kell majd zárni a projektet. Ez az egyik utca a háromból, amit a Ferenci István utca hiányzó szakaszának maradvány összegéből összesen 97 millió forintból újítanak fel. A kivitelező összehangolja a munkát a Károly Róbert utcában zajló rekonstrukcióval, a két utca nem lesz egyszerre lezárva, a korlátozásokról folyamatosan tájékoztatják a lakókat. Ilyen átfogó útfelújítási program még nem volt a városban, és az is ritkaság, hogy egy útépítési projektbe még három másik utcát is sikerül beemelni. A Szőlős és a Károly Róbert utcák mellett a Kodály Zoltán utca is ennek köszönhetően újul meg. Emellett az önkormányzat saját forrásból is költ az úthálózat fejlesztésére. A tervek között szerepel még a Csaba utca felújítása, ami szintén a környék közlekedését javítja majd, a jövőben pedig a külső Rumiutat is rendbe hoznák. Jó hír az erre járók számára, hogy a mozaik kereszteződésként emlegetett csomópont nyomvályos részét a Magyar Közút három héten belül kijavítja. Ajándékcsomagot kaptak az óvodát kezdő kiscsoportosok a Szombathelyi Identitást erősítő program keretében. A lányok tornazsákja rózsaszín, a fiúké pedig kék, tele hasznos holmikkal. Mindegyikről a város kabalája, Ludovikus mosolyog vissza rájuk. A kicsik névre szóló üdvözlőkártyát is kaptak a polgármestertől. Névre szóló üdvözlőlapon köszönti a polgármester a kis óvodásokat. Ez egy olyan időszak lesz az életedben, amire mindig szívesen emlékezel majd vissza. Szeretettel köszöntünk az óvodába. És itt a polgármester bácsi aláírta, a dr. Nemény András. Ajándékcsomagot osztottak ki minden gyereknek, aki most kezdte az óvodát. A tornazsákot, a kulacsot és a kéztörlőt is Szombathely kabala állata Ludovikus képmása díszíti. A Barátság óvoda kis csoportosai is a napokban kapták meg a pakkot. 36 darab kis csomagot külön kisfiúknak, külön kislányoknak. Ez az önkormányzat részéről egy nagyon szép, egy nagyon kedves gesztus, hogy az idén így köszönti a kis ovisokat.
és nem hogy csak praktikus ajándék, nagyon esztétikus is, és személyes is, hiszen minden kisgyereknek egy személyre szóló kis Ludovikus képeslap is található ebbe a csomagba. Az Ovis kezdő csomag a 2018-ban indított szombathelyi identitást erősítő program része. Legismertebb része a születések fája. Minden évben elültetnek egy csemetét az adott esztendőben világra jött babák tiszteletére, a névsort QR kód leolvasásával lehet elérni. Az újszülöttek köszöntő csomagot kapnak, ami egyedi tervezésű ezüstkanalat és polgárlevelet is tartalmaz. Idén újabb elemekkel bővült a program. Júliusban adták át először a szombathelyi hétköznapi hősök díjat, Horváth Balázs mentőtiszt kapta meg a frissen alapított elismerést. Ami szintén már megvalósult a programból, az pedig a szombathelyi ifjúházasoknak átadott kis ajándék, amely egy ezüstözött keretbe foglalt városi gratulációt jelent a házasságkötésük alkalmából, és így érkeztünk el szeptemberhez, ahol pedig Szombathely összes óvodájában, tehát 18 óvodában, mint egy 567 kis óvodát kezdő kis gyermek részére kerül átadásra egy kis csomag, ami egyébként csupa hasznos használati dolgot rejt magában. A tervek szerint az év utolsó hónapjaiban indítják el a szombathelyi portré programot, amelynek célja, hogy minél több helyi arcot mutassanak be. A városban élők fotóiból készített montást a város egyik forgalmas pontján helyezik majd el. Az identitást erősítő program célja, hogy elősegítse a szombathelyiség megélését. Megkezdődött az őszi utcatakarítás. Az első ütemben a Szova munkatársai megtisztították az egyik Kodály Zoltán utcai parkolót, közben a Szompark elvégezte a fák meccését és a fűnyírást is. A munka ma reggel a Nagy László utcában folytatódott. A Szova ZRT egy nagyobb és egy kisebb seprőgéppel ezentúl négy segédmunkással takarította az Aladé Nagy László utca 17-21 szám előtti parkolót az őszi utcatakarítás jegyében. A helyszínt a szombathelyi közterületfelügyelet emberei biztosították. A terep előkészítése az már tegnap elkezdődött, ugye a kollégák kihelyezik a közterület felügyelet segítségével a megállni tilos táblákat, amik reggel 8, másnapra vonatkoznak, ugye reggel 8-tól délig. Ilyenkor reggel ide jönnek, megnézik a közterület felügyelet, hogy hol található még autó, ha még állnak benne, akkor megpróbálják utolérni a tulajdonosokat, segítenek leüríteni a területeket, és utána tudjuk mi elkezdeni a patkák, meg a parkolóhelyeknek a takarítását. A takarítás reggel 8 órától 11 óráig tartott, utána a Szova útépítő csapata frissítette az útburkolati jelek festését, és a csatornák csatornafedelek karbantartására is sor került. A tervek szerint szeptemberben és októberben még további 6-6 helyszínen végeznek hasonló komplex utcatakarítást a város különböző pontjain, többségében szintén parkolókban. Egyúttal a parkfenntartási munkálatokat is elvégzik a Szompark emberei az adott helyszíneken. Ezzel az utcatakarítási programmal mi el tudunk végezni olyan munkákat, amik máskor vagy nem tudunk elvégezni, vagy csak nagy nehézségek árán. Például ilyenkor ki vannak ürítve a parkolók, tehát meg tudjuk azt oldani, hogy a parkolóba esetleg a lelógó faágakat lemetszük, mert ugye ez nehéz, mikor autók állnak tulajdonképpen alatta. A fák cserjék metszése és a zöld hulladék elszállítása mellett fűnyírásra, kaszálásra is sor került. A Szompark 20 munkatársa segített a környező zöld felületek rendbetételében, a feladattal délutánra végeztek. Szent Márton örökségének ápolása érdekében tovább erősíti kapcsolatát a jövőben a Túri és a Szombathelyi Egyházmegye. Ennek részeként közösen működtetnek internetes honlapot és zarándoklatokat is szerveznek. Mindenről az Ölbei Házban egy kerekasztal beszélgetésen hallhattak az érdeklődők, amelyen részt vett Donatien Mazani francia történész, aki zarándokként érkezett Szombathelyre. Kedden érkezett Szombathelyre Donatien Mazani kerékpárral. Felkereste a Szent Márton látogatóközpontot és részt vett a Szent Márton templomban tartott érseki szentmisén. Két hetes zarándok útját folyamatosan dokumentálta. A Franciaországon, Olaszországon és Szlovénián át Szombathelyig tartó útról számos fotó és videó készült, amiket az Ölbei Házban tartott kerekasztal beszélgetésen is megtekinthettek az érdeklődők.
A zarándoklatról filmet és könyvet is tervez majd, amely bemutatja, mennyire fontos Európában Szent Márton tisztelete. Amerre jártam a zarándok utam során, azt tapasztaltam, hogy Szent Mártont szinte mindenhol jól ismerik. Mindenütt olyan élmények értek, amelyek azt jelezték számomra, hogy tisztelete ma is élő. Például Szent Márton életének egyik legismertebb jelenetét, amikor a koldussal megosztja köppenyét, az emberek, akikkel találkoztam, szinte mindannyian ismerték, felelevenítették a beszélgetéseink során. A szombathelyi egyházmegye Szent Mártonnal kapcsolatos emlékeiről, hagyományairól is kerülnek fel információk a jövőben a Tourcy Egyetem által létrehozott a Szent Püspökkel kapcsolatos honlapra. A Tourcy és a szombathelyi egyházmegyék tovább mélyítik kapcsolataikat. Jövőre Szent Márton ünnepén Szombathelyi Egyházmegye szombathelyi püspök atya lesz egy díszvendége a túri megemlékezéseknek, és lesz egy egyházmegyei zarándoklat is túrba. Illetve hát szakemberek, történészek, levéltárosok is most egy kicsit szorosabbra vonják a kapcsolataikat. A francia-magyar együttműködés részeként a tervek szerint megjelentetik majd francia nyelven is Ráb Gusztáv Szavária, avagy Szent Márton köpenye című regényét. Most hétvégén 3 napon keresztül Szombathelyre figyel a tornászvilág. 32 országból 130 versenyző érkezik a Magyar Világkupára. A mezőny a szeptember végi világbajnokságra készül, előtte itt tökéletesíthetik gyakorlataikat. Szombathelyi versenyzőért is szoríthatnak a nézők, a válogatott tagjaként Tömböl Boglárka ugrásban bizonyíthat. Idén is nemzetközi tornaversenynek ad otthont az Aréna Szavária. Péntektől vasárnapig a szombathelyi világkupán szerepel a tornász világkrémje. A rendezvény színvonalát 32 ország több mint 130 versenyzője garantálja, akik a szeptember végi antwerpeni világbajnokságra készülődve a vasi vármegyeszékhelyen tökéletesíthetik gyakorlataikat. A magyar csapatot 5 férfi és 7 női versenyző erősíti, akikhez komoly reményeket fűz a Magyar Atlétikai Szövetség. Mind a két csapat az elmúlt két évben, szűk két évben olyan teljesítményt nyújtott, akár EB-n, akár VB-n, ami feljogosít arra, hogy reálisan számoljunk ezzel a 12-be kerüléssel. EB-n is nagyon-nagyon jól tornáztak, nagyon kevésen múlott, hogy még előrébb végezzen ott a csapat. Már 18. éve ad otthont Szombathely kiemelt tornászversenynek. A szervezőknek 3-as célja van a rendezvénnyel. Az egyik az, hogy a rendezvény biztosítson jó torna lehetőséget, jó felkészülési lehetőséget a magyar válogatottnak, és ha van a szombathelyi válogatottagnak, és idén is ez Tömböly Boglárka révén ez megvalósul. A második célkitűzésünk az volt, hogy Szombathely hírneve a nemzetközi sportéletben kiteljesedjen. Ez a 32 ország valamennyi kontinens ezt is reprezentálja. Másrészt pedig egyre népszerűbb a városlakók között a rendezvény, és révén kiváló hétvégi lehetőséget az önfelett kikapcsolódásra és a magas színvonalú sportverseny megszervezésére biztosítunk a városlakóknak ezzel a rendezvényünkkel. Tömböl Boglárka a Delfin Sportiskola tornásza ugrásban indul. A tehetséges versenyző a pénteki kvalifikáción bizonyíthat először. Az első napon a selejtezőket szombaton és vasárnap a szerenkénti döntőket rendezik. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy pénteken ingyenes lesz a belépés, az interneten pedig élőben közvetítik a versenyt. A világkupa pénzdíjas ezúttal csak nem 33 ezer eurót osztanak szét az első 8 helyezett között. Halász Bence a dobóese világbajnoki bronzérmes kalapácsvetője nyerte az 5. Németh Pál Memorial emlékversenyt. A hölgyeknél dán győzelem született. A nemzetközi erőpróbára még Afrikából is érkezett sportoló. Alig 2 héttel a budapesti szabadtéri atlétikai világbajnokságot követően újabb versenyen kellett bizonyítaniuk a dobóese kalapácsvetőinek. Az 5. Németh Pál Memorial nemzetközi ezüst kategóriás tornaként nyújtott lehetőséget a pontszerzésre. Ezek alapján kvalifikálhatják magukat az olimpiára azok a sportolók, akik nem tudják megdobni a szintet.
nevenként a 32-32 legjobb értékkel álló kalapácsvető vehet részt a párizsi ötkarikás játékokon. A német pár memoriált a hölgyek mezőny nyitotta, a legnagyobb figyelmet a dán Katrin Koch Jakobsen és a szombathelyi Gyurács Réka kapta. A dán versenyző 72 méter, 35 cm-es dobással aranyérmes lett, a második helyen az algériai Zahra Tatar végzett, míg a dobogó alsó fokára Gyurács Réka állhatott fel 66 méter, 32 cm-es eredménnyel. A szombathelyi kiválóság mindössze 18 centivel maradt le az ezüstéremről. Vízkeleti Villő 5., német Janet 6. lett. Kicsit többet vártam Gyurács Rékától, bíztam benne, hogy a második helyet meg tudja szerezni, viszont a győztes Dálány Jakobsen egyéni csúcsa 72 méter feletti eredménnyel győzött, ez egyfajta rangot is ad a viadalnak, és hát nagy örömünkre valóban még Afrikából, ugye Algériából is volt versenyző, illetve Észtországból és Szlovákiából is. Valóban megindult a pontgyűjtés, meg kell védeni a pontokat, meg növelni kell őket, hiszen a legjobb 32 ott lett jövőre a párizsi olimpián, ami hát most már látótávolságon belül van. A férfiak mezőnyébe Halász Bence mellett Rába Dánielért és Varga Donátért szoríthattak a nézők. A várakozásoknak megfelelően a friss világbajnoki bronzérmes kalapácsvető nyert 76-84-jel, megelőzve két görög riválisát. Varga Donát a 4., Rába Dániel 5. helyen zárt. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!